A témánk továbbra is filmes, azt néztük meg, hogy milyen jó 30 éves filmeket láttunk például a moziban, 84-ben, hihetetlen. Vannak film különlegességek, amelyekkel nem találkozhatunk nap mint nap például a televízióban, és nagyon talán a moziban sem. Ezek vagy művészfilmek, vagy pedig olyan tematikájú filmek, amelyek nem a populáris kategóriába tartoznak, és most egy ilyen célja volt, sőt nem csak most, hanem tavaly is a Vértes Agórájának a nyáresti filmvetítésekkel, amelyből már láthatott a közönség egyet, szép számmal meg is jelentek, viszont ennek a programnak a sorozata folytatódik méghozzá péntekenként. Pákai Ernő pedig itt ül velem szemben, ő a Bányászművelődési Otthon vezetője, aki ugye együtt a felelős ezekért a programokért. Szervusz! Szervusz Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát tavaly indult a Vértes Agórájában ez az aula vetítés sorozat, vagyis a nyáresti vetítések program, amelynek a tavalyi sikere inspirált bennünket arra, hogy ezt folytassuk ebben az évben is, ugyancsak augusztus hónapban. Túl vagyunk az első előadáson, ez a Csókok és gólok című spanyol film volt a múlt héten, illetve hát az első alkalommal augusztus 1-én. Ezt még ennek a vetítés sorozatnak a keretében három film követi. Valóban ezek nem azok a hagyományos filmek, amelyeket mondjuk könnyen elérhet az ember legalábbis filmszínházakban, főleg a vidéken él a mozirajongó, vagy a filmrajongó, a filmkedvelő. De Budapesten azért jellemzően még mindig nagyobb a lehetőség arra, hogy mondjuk ezeket a filmeket színháztermi vetítés keretében megtekintse valaki. Tehát elsősorban az a cél, hogy olyan filmeket vigyünk a közönség elé, amelyek valóban érdemesek a megtekintésre, ugyanakkor viszont talán nehezebben elérhetők ebben a formában. Az is fontos, hogy hát ne öncélú művészfilmekkel próbáljuk meg lebilincselni a közönséget, hanem legyenek ezek valóban szórakoztató, vagy legalábbis mind tartalmi, mind formai formában olyan filmek, amelyek talán érdemesek a pillantásra, valami miatt kilógnak egy picit a sorból pozitív értelemben. Az első filmvetítésen túl vagyunk, ezt említetted is, ugye, és a képeken lehetett látni, hogy azért nagyon sokan nyomon követik, talán pont azért, ugye, mert ez a cél, hogy olyan különlegességekkel kínáljátok meg az érdeklődőket, amelyekkel nem nagyon tud találkozni. Mégis mik a visszajelzések? Tehát mennyire van sikere például egy ilyen programnak? Jellemzően azok szoktak azonnal reagálni a közönség soraiból, akiknek tetszett a film. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenkinek tetszett, nyilván lehetséges, hogy vannak, akik csalódnak egy bizonyos filmalkotásban, de az első előadás után nagyon sokan oda jöttek és örültek, a tetszésüket fejezték ki, mert szerint nekik idézőjelbe bejött ez a film. Valami plusz tartalmat, vagy plusz látnivalót felfedeztek benne. Ugye az is fontos, hogy ezek a filmek más kultúrákat is picit bemutatnak, hogy ez a film egy spanyol film volt, egy nagy spanyol családról szólt a történet, ami mondjuk a magyarországi családmodellt, vagy családhagyományokat nem feltétlenül követi, ez a mediterrán jellegű família egy picit talán nem egyértelmű, a magyarok számára. A következő film egy indiai film lesz, az Ezer ízű szerelem, ami hát hadd nem mondjam, hogy tényleg egy távoli kultúra, és ez egy hatalmas ország, és hát nyilván sok mindent nem tudunk róla. Betekintést nyerhetünk itt is néhány érdekességbe, és hát természetesen, hogyha a kedves közönség úgy véli, akkor kifejezheti azt is, hogy esetleg mást várt egy filmtől. Ugye tavaly volt egy ilyen emlékezetes momentum, ezt hadd mondjam el, éppen a szerintünk legjobb film kapcsán, amiben nyitott tavaly ez a vetítés, az a Életre valók című film, ami hát mondhatom azt is, hogy egy commerce, legalábbis abban a szempontból nagyon sokan ismerik és szeretik, holott nyilvánvalóan maga a film megvalósulását tekintve nem a commerce műfajt erősítette. Utána hát láthatóan mindenkinek ez nagyon tetszett, de egy fiatal ember odajött, aki egyébként minden előadásra részt vett, és megkérdezte, hogy kiválogatta ezeket a filmeket, mire természetesen jó magam büszkén vertem a mellemet, amit nyilvánvalóan egy nagy dicséret fog következni. Mondta, hát jó magam, természetesen konzultálva a munkatársaimmal és főnökeimmel. És minek kellett ez a bagó reklám, mondja ő, mert hogy akkor esett le a tantusz, hogy a filmben viszonylag sokat cigarettáztak, de hát ugye hadd ne mondjam, hogy oly sok filmben cigarettáznak még mindig, és ettől függetlenül nem mindenki kap rá a dohányzásra, talán, hogyha egy ilyen filmet megtekint, de hát ez is egyfajta értékítélet volt, mindazonáltal az úr a következő előadásokra is eljött, és nyilvánvalóan megjegyezte, hogy kigyújtott rá a filmvászon a másik filmekben is. Ugye már túl vagyunk a Csókok és gólok címűn, a Vértes Agórájában pedig nem sokára az Ezer ízű szerelem, ami egy indiai film, az indiai kultúrát is bemutatja. Pákai Ernővel beszélgetek továbbra is, aki ugye az egyik szervezője ennek a programsorozatnak, ő a Bányászművelődési Otthon vezetője. Az Ezer ízű szerelemről már meséltél, lesz még hátra kettő előadás, ezekről mondj pár szót, kérlek.
Igen, augusztus 15-én a Filomena című brit filmet vetítjük, amelynek a legfontosabb jellemzője, hogy ez egy megtörtént esetet dolgoz fel. Nem akarom nyilván elmesélni a cselekményt, annyit tudni kell, hogy hát egy komoly társadalmi problémát is felvázol az egykori Írországban zajló, mondjuk úgy mondjam, hogy gyermekelhelyezési ügyekről, amelyek mögött álltak bizonyos szervezetek. Volt egy hölgy, aki ennek utána akart járni, és segítségre volt egy oknyomozó riporter, ez dolgozza fel a film, ami nagyon fontos, hogy az igen komoly mondanivaló ellenére hát profi módon szerkesztett dramaturgiát és filmalkotást láthatunk, mert hogy könnyeden van tálalva, laza, igazi angolos humorral. És ami nagyon fontos, hogy Judi Dench-t láthatjuk benne, akit hát nem kell bemutatni, ugye ő könnyedebb filmekben is játszott, de azért elsősorban a komolyabb alakításéről nevezetes, mint a Szerelmes Shakespeare-ben ő volt Erzsébet királynő, már úgy értem az első. Talán a többen ismerik úgy, mint James Bond főnöke bizonyos 007-es filmekben, amelyek az utóbbi években készültek, M alakítójáról beszélünk. Judi Dench tehát a főszereplője. Ezt méltán javaslom mindenkinek, és ami talán el lehet mondani, mert sokan bizony úgy mennek filmszínházba, moziba filmet nézni, hogy ne kelljen közben olvasni is a feliratot, hogy a kiadott promócióval ellentétben ez egy szinkronizált változat lesz, amit lehozunk ide Tataványára. És az fontos tudni, hogy ezt a filmet a következő napon, tehát augusztus 16-án ugyancsak a Vértes Agórája szervezésében egy külső helyszínen Szomoron, a Művelődési Házban is megtekinthetik, ugyancsak díjtalanul a kedves látogatók, az oda kötődők, az ott élők, vagy az éppen arra járók. Ezt követően augusztus 22-én zárul a 9 hónap letöltendő című francia végjátékkal ez a nyáresti vetítés sorozat. Célunk az volt tavaly is, hogy az utolsó film egy viszonylag könnyedebb és könnyen emészthető legyen. A 9 hónap letöltendő címéhez illően remélhetőleg lebilincseli majd a kedves nézőket. Könnyed francia történetről van szó, nagyon nem kell komolyan venni a cselekményt, és ez is egy szinkronizált film lesz majd. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy 2 héttel korábban bizonyosodott be, hogy kiegészül majd ez a nyáresti vetítés sorozat egy záró plusz előadással augusztus 28-án, az ugyan egy csütörtöki nap. Viszont azért fontos ezt a napot tartanunk, ezt az időpontot, mert augusztus 28-án lesz a 70. évfordulója annak, hogy Párizs felszabadult a német megszállás alól. Erre készültek a franciák is, többek között a francia kultúra hátteréből a filmművészet is, készült egy film, melyet Magyarországon az utolsó éjszaka Párizsban címmel forgalmaznak. Véletlenül éppen augusztus 28-án mutatják be országosan, a francia intézettel együttműködve. Ehhez tudtunk csatlakozni a Vértes Agórájával, valamint ezt a filmet is majd másnap Szomoron ugyancsak megtekintetik, kihelyezett, tájolt előadás keretében a nézőközönség. Tehát ezzel is kiegészül a nyáresti vetítés sorozat. Fontos kiemelni még egyszer, hogy premierfilmről van szó, vélhetően nem csak Tatabányán, de a környéken sem fogják látni még ezt a filmet jó néhány ideig. Javaslom ezt is mindenkinek, akárcsak a nyáresti vetítések többi előadását, ezt is díjtalanul lehet látogatni. Az elég egyértelműen bebizonyosodott, hogy a Vértes Agórája, mint helyszín, nagyon megállja a helyét egy ilyen produkcióhoz. Gondolom emiatt fel is vetődött egy-két ötlet, hogy hogyan lehetne, mivel lehetne még ezt folytatni akár az ősz folyamán. Igen, látjuk, hogy érdeklődnek, hál' Isten, még mindig a filmek iránt. Tehát filmrajongóból úgy látszik, sosem fogy ki az ország, a nemzet, a világ, és ez jól is van így. A 20. században azt mondtuk, hogy a legjelentősebb művészeti ág, mert ugyanúgy szórakoztat, mint ahogy nevel is, és hát ugye az újszerűségével is hatott. Most már digitális korban élünk, mások a feltételei a filmforgalmazásnak, a filmvetítésnek. Szerencsénk, hogy valamilyen szinten tudunk ehhez kapcsolódni, és az a helyzet, hogy már a két nyáresti vetítés sorozat között, tehát a tavaly augusztus és az idei augusztus között is voltak már filmes programok, egyedi rendezvényekhez kapcsolódóan filmvetítések voltak, amelyek kiegészítették a különféle rendezvényeket. Volt egy francia filmhét az év első felében, és hát konkrétan mondhatom, hogy szeptember első felétől egészen október elejéig egy dán filmhónapot is tervezünk, ez biztos, hogy megvalósul ugyancsak, és aztán majd meglátjuk. Szem előtt tartjuk azt, hogy szeretik az emberek a filmeket, próbáljuk azt a vonalat képviselni, hogy olyan filmeket próbáljunk bemutatni, közönség elevinni, amit tényleg nem mindenhol lehet. Nem minden héten vetítik a televízió csatornák, vagy éppen nem 2-3 hétig szerepel valamelyik multiplex vetítőhelység kínálása.
kínálatában. Bízunk benne, hogy továbbra is ezek rokon szenveznek majd a közönség elvárásaival, és folyamatosan tudjuk ezt csinálni a jövőben is. Klassz, mert így akkor a világról is képet kapunk, hiszen gyakorlatilag a világ különböző kultúráit is bemutatja egyúttal ez a sok-sok film. Hát köszönöm szépen, Ernő, én azt kívánom, hogy akkor ennek legyen még nagyobb sikere, még nagyobb visszhangja, és hogy minél több emberrel, minél több filmrajongóval tudjatok találkozni az Agórában. Köszönjük szépen, és várom mindenkit szeretettel az Agóra nyáresti vetítéseken, illetve az Agóra mozikban a jövőben is. Köszönjük szépen még egyszer. Pákai Ernővel, tehát a Tatabányai Bányászművelődési Otthon vezetőjével beszéltünk.